Olyan esemény történt a völcségi polgármestereket összefogó társulás ezévi utolsó ülésén, amelyre nem számítottak a települések vezetői. Arra fel voltak készülve, hogy döntést kell majd hozniuk a közös fenntartás alatt álló gondozási központ jövőjét illetően, sőt a házi orvosi rendszer működésének kérdésében is állást kell foglalniuk. De amivel fogadta őket az ülés helyszínéül szolgáló Bonyhádváros, egészen biztosan nem voltak felkészülve. Luca-Luca széke elkészül-e végre? Édesapám faragja, kész már minden darabja. Össze kéne rakni, minek még faragni? Türelmetlen gyermekek, várják már az ünnepet. Karácsonykor éjjel, félbe néznek széjjel. Szórom, szórom a lábot, nagyon-nagyon vigyázok. Szórom, szórom a lábot, nagyon-nagyon vigyázok. Évfélkor felcsendül, hála ének zendül, minden hívő énekel, Szent Misében ünnepel. A Völcség Néptánc Együttes tagjai elevenítették fel a rendezvény napján a lucanapi szokásokat. Azt csak remélni tudjuk, hogy a naphoz kötődő negatív erőket sikerült előzni, és távol tartani az ártó szellemeket és boszorkányokat. Évente 6 ülés kell tartani, elérkezett az év vége, most a 6. egyben az idei utolsó társulási tanácsülést tartottuk meg. Nagyon jó szokása és hagyománya már a társulásnak, hogy évről évre egyes településeken tartjuk folyamatosan az üléseket, így volt ez az idén is. Voltunk Zombán, Bátalpátiban, Mórágyon, Cikón, és most a Bonyhád ad helyet ennek a társulási ülésnek. Nagyon sok fontos döntést hoztunk, valamennyi annak érdekében, hogy az itt Bonyhádjárásban élő embereknek az életét segítsük, hiszen a legfontosabb feladata a társulásnak az a gondozási központ, mint intézmény fenntartása, működtetése, amely rengeteg feladatot lát el szociális területen, de számos olyan közös gondolkodás mentén folytatunk munkát, amely szintén segíti az itt élőknek az életét, bízom benne, hogy a jövőben is így tudjuk együtt tovább folytatni. Ennek értelmében a gondozási központ gazdálkodását tekintette át a polgármesterek tanácsa. Alapvetően az intézmény gazdálkodásáról és költségvetési keretéről az mondható el, hogy az év során rendben zajlott, és a rendelkezésre álló keretek, előirányzatok elégségesek, elegendőek voltak, és a biztonságos működés feltételeit biztosították. Az előterjesztésben kellemes helyzetünk van tulajdonképpen, hiszen az intézmény részére plusz pénzt nem kellett adni, és emellett még a megtakarításai és a bevételi tervének emelése okán több mint 5 millió forintos előirányzat zárulásra kerülhet sor, amely a társulás tartalékát növeli. A gondozási központ a 2022-es évben 318 millió forinttal gazdálkodik, és ennek a költségvetésnek a terhére rendkívül széles körű feladatot lát el, hiszen a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosítja a társulás valamennyi településén, emellett bentlakásos ellátást biztosít itt Bonyhádon, a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, és ez kiterjed a térség több településére vonatkozóan is. A jövő évi költségvetés munkáit még el sem kezdtük, ennek okán nehéz ezt megmondani, de úgy gondolom, hogy ennél magasabb összegű kell legyen, hiszen a bérek, járulékok emelkedése várható, az intézmény működési kiadásai is emelkedni fognak, és nyilvánvalóan a kapott központi forrás is remélhetőleg ezen arányoknak megfelelően fog emelkedni. A társulás tagjai megtárgyalták a házi orvosi ügyeleti rendszer jövő évre vonatkozó lehetőségeit, és úgy döntöttek, továbbra is fenntartják a megbízást az eddigi feladatot ellátó orvosi gárdával.